Hogyha tömegével állnának óvodás gyermekek a kórházak ajtajába azért, hogy nem változtató műtétet hajtanának rajtuk végre, akkor azt mondom, hogy ezzel kell foglalkozni, és tényleg foglalkozunk vele, és ne csak népszavazást, hanem vitassuk meg, hogy mit tudunk tenni. De sajnos ma a kórházak bejáratánál a gyermekek nem azért várnak, hogy a nemüket változtassák meg, hanem azért, hogy fülorgégészeti szakrendelésre 3 hónap után bejussanak, vagy mint ma a Facebookon tapasztaltam egy ismerősöm, hogy most kértek MR vizsgálatra időpontot, és 2023. januárjába kaptak. Ezért állnak most ott a fiatalok, ezért állnak most ott a gyerekek és az emberek. Ez a valós probléma, erről kell népszavazást tartani, és a kérdésre visszatérve szerintem az ellenzéknek lesz-e felvilágosító tájékoztatója. Ez semmi másról nem szól, csak hogy a Fidesz tudja még a meglévő táborát mozgósítani.